Csak hogy halljam szavát, bevallom, szóljak magához, és azután mindegyre gondoljak csupán. Éjjel-nappal még újra hallom. Szerelmes költők versoraival telt meg a József Attila Művelődési Ház a Bálint Napi Megyei Verseny megrendezése, már több évre nyúlik vissza. A Bálint Napi Megyei Versmondó Versenyünk több mint 20 éve kerül megrendezésre. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 5 éve vette át a szervezést itt a József Attila Művelődési Házban. Három kategóriát hirdetünk. Az első kategóriában a 4., 5., 6. évfolyamosok vesznek részt, a második kategóriában a 7., 8., 9. évfolyam, és a harmadik kategóriában a 10-től 13. évfolyamos tanulók vesznek részt. A szerelmesek napjához kapcsolódó versenyen a mű kiválasztásakor csak annyi kikötést tettek, hogy minden versenyző egy szívhez szóló szerelmes verssel készüljön. Diligens Tibor önkormányzati képviselő elmondta, jó, hogy ennyi fiatal érdeklődik a költészet iránt. A Bálint nap aktuálisabb nem is lehetne, a szerelem istene volt, Isten szentje, amikor is ilyen művészi vetélkedésre sor kerüljön. Hát ez nagyon dicséretes dolog, hogy ennyi fiatal érdeklődik a művészet iránt. Ugyan sok kihívás éri manapság a fiatalokat, sok információ, sok hatás éri a környezetükből, és ez egy nagyon nemes gondolat, hogyha valaki ez a sok káoszból, ami a világból érinti, ezt a szépet választja magának, mint a művészet. A versmondás, az ének, a próza, mint valóban a lelkületét tükrözi egy fiatalnak, és aki általában, aki ilyenekkel hajlandó, vagy ilyenekkel foglalkozik, annak általában a lelke is egy kicsit művészi, egy kicsit egy színvonalat jelent, egy kicsit emberi, és mindenféleképpen jó a továbbfejlődésének is. A versenyre évről évre többen jelentkeznek, ami jó érzéssel tölti el a szervezőket, hiszen ez azt jelenti, hogy a fiatalok még mindig nyitottak a szép, igényes művek iránt. A nevező tanulók nem távoznak üres kézzel, hiszen mindenkire gondoltak a szervezők. Minden évben kategóriánként három helyezést hirdetünk, első, második és harmadik helyet, és külön díj is lesz természetesen, minden kategóriában egy-kettő szokott lenni. Nagyon szép díjakat tudunk átadni, könyvutalványokat, értékes könyvutalványokat kapnak a gyerekek, ezen kívül pedig hagyomány már ez az elejétől fogva, hogy a népművészet mester által készített mézes kalács szíveket fognak kapni a gyerekek. Nagyon gyönyörűek és nagyon tetszik mindenkinek évről évre, ezt már nagyon várják. És ezen kívül természetesen oklevelet és emléklapot is mindenkinek adunk. A versenyen a diákok a klasszikus magyar verseken és világi verseken túl a kortárs irodalom legszebb szerelmes verseivel készültek, azzal a céllal, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el.